Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához és megkérdezték. Uram, ugye te jó magot vetettél a földedbe? Honnan került hát bele a konkoly? Az így válaszolt. Ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték. Akarod, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt. Nem. Nehogy a búzát is kitépjétek, a konkolyt kiszedve. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok magtáramba. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, az elmúlt két vasárnapon kissé jobban visszaéltem a türelmetekkel, mint azt kellett volna, úgyhogy ma kimondottan rövid szöveggel készültem. Remélem a füllet meleg, meg ez a párás levegő némiképpen, hogy is mondjam, elviselhetőbb lesz, hogyha nem nyúlik a végtelenbe mondjuk a szentbeszéd. A következő elem, amit a Szentmise kapcsán meg kell vizsgálnunk, az a felajánló könyörgés. Láttuk a bevezetését, kenyér és bor felajánlása, ehhez tartozó lelkület. Most a felajánlott adományok könyörgését fogjuk megvizsgálni. A Szentmise legősibb leírásaiban, kezdeti időktől fogva maradtak fönn töredékesen vagy teljesen magyarázatok, vagy hogy is misézünk mi az egyházatyáktól, találhatóak olyan mozzanatok, mikor az adomány átvétele után egy felajánló könyörgést mondott a miséző. Először az apostolok, később a püspökök. Aztán későbbiekben szintén megmarad ez a könyörgés, csak két nevet adnak neki. Az egyik ilyen elnevezés az adományok felett mondott imádság. Már a 600-as évek második feléből megmarad, ez a név arra utal, hogy ez a könyörgés egyszerűen az adományok fölött hangzik el, nincs semmilyen komolyabb tartalma. A másik elnevezés, a szekréta, azaz elválasztás. Ezen a néven szerepel már szintén a 700-as évektől ez a könyörgési forma. Pontosan nem tudjuk, hogy honnan ered maga a gondolat, hogy így nevezzék a könyörgést, három különböző magyarázatot is találtunk hozzá. Egyesek szerint azért nevezték így, mert ezt az imát a pap csendben mondta az egész mise kánonnal, a mise központi részével együtt az oltárnál. Éppen ezért az imádkozzatok testvéreim, még mindenki emlékszik erre, ezzel a felszólalással, mint egy búcsút vesz a pap a hívektől, a jelenlévő gyülekezettől, és ezután azt kéri, hogy imádkozzanak érte, amikor most ő egyedül Isten színe elé lép. Pontosan úgy, mint a jeruzsálemi templomban, amikor a főpap egyszer évente a szentek szentjébe megy. Teljesen egyedül, oda senki be nem tehette a lábát. Most a pap, az áldozat bemutató, a jelenlevő gyülekezet helyett nevében őket képviselve ugyanezt a mozdulatsort viszi végbe, és mielőtt ezt megtenné, egy kéréssel fordul a jelenlevőkhöz, hogy imádkozzanak érte. A második magyarázat szerint ez a szekréta, az elválasztott, az efölötti könyörgés arra utalna, hogy kezdetben, az első néhány évszázadban az egyházat, az élő egyházat három csoportra oszthattuk. Vannak azok, akik még tanulják a hit alapvető igazságait, a hittanulók készülődnek a keresztségre. A másik csoport azok, akik olyan súlyú bűnöket követtek el, amivel már tilos áldozni, és ezért nyilvánosan kellett vezekelniük. Ezt a két csoportot az ige liturgia után kizárták a templom térből. Emlékszünk még az ortodoxiában, a diakónus ma is elkiáltja magát a megfelelő pillanatban, hogy az ajtókat, mármint zárjátok be utánuk.
Itt csak azok maradhattak, akik a teljes kereszténység birtokában vannak, az a szentáldozáshoz járulhatnak. Tehát arra vonatkozna egyes magyarázók szerint ez az elnevezés, hogy itt már az elválasztott gyülekezet jelenlétében és fölött hangzik el ez a könyörgés. A harmadik magyarázat pedig arra vonatkozna, hogy az áldozati adományok fölött mondanak egy ilyet, tudjuk jól, mindenki hozott otthonról hol ezt, hol azt, ezek közül az adományok közül választotta ki a pap azt, amit a Szent Mise bemutatásához használnak. Többit a szeretet lakomán elfogyasztották, vagy a szegényeknek adták. És ezt a többi közül kiválasztott kenyeret és bort elválasztották, e fölött mondják ezt a könyörgést a magyarázók szerint. Hogy melyik az igaz, vagy mindegyik egyszerre, nem tudjuk ma már megmondani, de talán nem is érdekes. Ennél sokkal izgalmasabb az, amit már megnéztünk egyszer, hogy ebben a könyörgésben négy kérés foglalatik össze. Benne van. És nekünk, ha követni akarjuk a Szentmisében a folyamatot, hogy halad előre a liturgia menete, ezt a négy kérést kéne itt most elsajátítani. Imádkozunk ebben a könyörgésben azért, hogy az áldozat Isten dicsőségére legyen, és kedve teljen benne. Emlékszünk, mikor Jézus följön a Jordánból, ez az én szeretett fiam, te vagy az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, akiben gyönyörködök. Öröm rád nézni. Ilyen legyen ez az áldozati adomány. Minden egyes áldozat bemutatás szeretne Isten dicsőítés lenni, de nem mindig az. Most a sajátomról beszélek, mindenkiéről van szó. Krisztus áldozata viszont mindig az volt. Dicsőítette Istent az alvásával is, amikor táplálkozott, az is Isten dicsőítette, és minden egyes emberi cselekedete is. A mi áldozatunk azonban sajnos a gyengeségeink miatt, hát időnként kívánni valót hagy maga után. A könyörgésnek ez az eleme arra figyelmeztet, hogy ami csak tőlem telik, mindent tegyek meg, hogy az én részvételem, az áldozat bemutatásban az én felem, az én oldalam Isten dicsőítésé váljon. Itt nincs olyan, hogy rutinból cselekszünk. Édes Jézus, mi atyánk, aki a mennyekben, vagy automatizmusoknak nincs helye a misében. Van, amikor a lelki állapotunk más nem tesz lehetővé, nem erről beszélek, hanem nem engedhetjük meg, hogy hanyagságból, vagy lustaságból, vagy közönyből ránk telepedjen a megszokás. Hogy ez egy kísértés vagy lelkiszárasság, az külön történet. Második ilyen, amiért imádkozunk, hogy a szolgálatunk, amit éppen valaki ellát, az ajándék, az adománnyal együtt Isten fogadjon el minket is, a személyünket. Mi is gyengék vagyunk, gyakran vétkezünk, van, hogy bűnöket követünk el. Ezért méltatlanok vagyunk arra, hogy Isten színe elé álljunk. Mindenki az, a pápa is. Isten előtt csak Isten állhat meg, úgy, hogy méltósága tudatában van. Mindenki kevés ehhez. De lehetünk alkalmasak arra, hogy megálljunk előtte. És ez viszont rajtunk múlik. Ezzel együtt mi mindig úgy állunk, a kereszténység azt jelenti, hogy bűn bánat lelkületével veszünk részt a Szentmisén. Mindig bennünk van a készség arra, hogy leletérjünk az útról. A csábítás, a kísértés sajnos a gyengeségünk miatt alapélmény. De így is fogadjon el a bűneink ellenére, a gyengeségeink ellenére. És kérjük persze, hogy ő tegyen minket teljesebbé, gazdagabbá, alkalmas szolgákká. És nem utolsó sorban azt is kérjük, hogy Isten fogadja el az áldozatunkat arra a szándékra, amire most mi felajánljuk. És most nem csak arról van szó, amit ilyenkor a papa mise elején beszokott mondani, hogy Mariska néni lelki üdvéért, hanem kinek-kinek a saját szándékáról is van szó. Ugye emlékszünk az elsőnél, a kollekta összegyűjti mindenkinek a kérését, és azt együtt emeljük Istenhez. És kinek-kinek oda kéne állni egy idő után minden jelenlevő egyéni kéréséhez is. Tehát azt mi mind együtt mondjuk. Mindegy, hogy élőkért vagy holtakért van ez a szándék felajánlva. Ez a négy kérés szokott megfogalmazásra kerülni magában a könyörgésben.
Nekem az a feladatom, akárki vagyok, pap vagy nem pap, mármint fölszentelt szolgáló papság vagy a királyi papság részese, hogy a kéréseket, amik benne vannak, magamévá tegyem, és azonosuljak vele. Tehát ezt a könyörgést a pap hangján hallom, de nekem kell kimondani. Ez az én imádságom. Az áldozatom és a felajánlásom akkor válik igazán cselekvővé és gyümölcsözővé, ha ezeket a kéréseket magamévá teszem, és a misézővel lélekben együtt mondom el. Gyümölcsöt teremni csak így fog. Különben ez az egész nem lesz több, mint a rabbik korában a farizeusoknak ez a formalizmusa. Betűre pontosan betartották a törvényt, amennyire tellett tőlük, de a lelküktől távol volt. Most akkor minek? Kár itt lenni. Nekem is. Így kellene megközelítenünk ezt az egyszerű kis négy kérésből álló könyörgést. A lelkületet kell elsajátítani. Vannak olyanok, most nem a jelenlevőkről beszélek, akiknek mindig szétszóródik a figyelme. Nem képtelen figyelni, mert valami zavarja. Most ezt felejtsük el egy pillanatra. Segítség lehet. Nem a prédikációra kell figyelni feltétlenül. Mindig a mise egy-egy apró mozzanatát meg szabad ragadni. Például ezt a könyörgést. És erre figyelek a mise során. Ezt forgatom magamban. Így idővel, gyakorlás útján kialakul egy olyan könnyedség, hogy elkezdődött a szent mise, és egy adott résznél egyszer csak úgy fölmerül a gondolataim közül, hogy mi is történik most? És nem kell erőszakkal, de mégis ráirányul a figyelmem. És elkezd élni bennem az egész. Eleven lesz. Most ezért vacakolunk vele, hogy egy idő múlva mindenki számára ez egy lelki otthonná váljon. Ne az a kipipáltuk, meg volt a vasárnapi mise, mert parancsolt. Nincs ilyen. Egy keresztény számára a vasárnapi szentmise nem kötelező, hanem élet-halál kérdése, enélkül nem lehet élni. Aki tud, az nem keresztény. Vagy valami nagyon komoly baja van. Mi viszont, akik itt vagyunk együtt, hétről hétre próbálunk bele merítkezni ebbe a csodába, fölfedezni ennek a hihetetlen gazdagságát, rádöbbenni, hogy Isten micsoda hatalmas cselekedetének vagyunk a szemtanúi és részesei. És itt vannak körülöttünk az angyalok és a szentek, velünk együtt imádkoznak, és értünk is. És segítenek fölfedezni a nagy titkokat. És segítenek, tanítanak, hogy kinyíljunk, legyen bennünk bátorság, legyen bennünk kitartás ezen a kalandos úton, és végül valóban bejussunk az élet igazi teljességére. Amen.